Szabanacsovic, újra Pazdárevic, Komsic. Ő is lombgumival játszik, tehát ő is teljesen rendben. Tájic, kis keringő, Barsányival szemben. Itt látszó fejelitől. 1-0. 1-0, Tojmoz, Pazdic megszerezte a vezetés. Az eljelzítás Szalaja Bújavára. Az első félidő 5. percében. Egy védelmi kihagyás. És vezet az eljelzítás Szalajavó. Fölfelé perdült Tisztulászó fejéről a labda, és nem volt ott senki, aki elrúgta volna, azonnal felszabadított volna. Hát nagyon gyorsan jött a gól, nézzük. Barsányi mellett, itt kerül be középre a labda. Tisztulászó fejelitől. Turic szólja oda. Hozzáért még Dicső Péter. És ott a Pazdic befokozza. Turic a labdával. Egy kis zavar, és Pazdárevic majdnem kihasználja. Pazdárevic és Pazdic a labda mögött. Egy legorítás, és Dicső Péter óriási bravúrja után marad az 1-0. Vadász indul középen, vadász! Skriba jön kifelé, egy picit megtorpant Vadász, és ez volt a pecsünk. Novac, Skóról megtappant a labda furcsa, rá lehet lőni győző! Úgy is van! Egyelőre Pazdárevic. Dicső Péter könnyedén, pontosan ott állt. Ahova lőtt a Pazdárevic a labdát. László fejéről Skóróhoz. Megy tovább Skóró helyzetben. Még mindig Skóró, még mindig helyzet. És mellé! Jaj, de szerencse. Gyurics volt az, aki kihagyta ezt az óriási nagy helyzetet. Hát ha ez nem töri meg a jugoszlávokat, Ivica Osimis kétségbe esetlen állt el. Skóró túlcselezte magát, ez volt a mi szerencség. És Gyurics is berúghatta volna, szemennyire, hogy berúghatta volna. Hajde nehéz. Számítani lehetett arra, hogy a jugoszlávok rettentő erővel kezdenek majd támadni a második félidőben, és ez most már több mint 20 percet tart. Pazdárevic szöglete után. Még mindig ott a helyzet, és Dicső Péter! Jugoszláv bedobás. Pazdic 5. percben lőtt egy gólt, és azóta ezzel vezet a Szarajevó. Dicső Péter kipattan alatt, vigyázni! Újabb védelmi hiba, és találtak egy gólt a jugoszlávok. Turic révén megszerezték a második góljukat. Ez pedig már annyit jelent, hogy a Zsenyaznicsár Szarajevó egyelőre döntő. Pazdic itt viszi el a labdát. Vég mellett beadja. Dicső Péterről kipattan a labda. És Turicsnak csak az üres kapuba kellett fordítani a labdát. 2-0. Borsányi középre, rosszul. Vadász elől Terján fejeli ki. Itt van, jó a csel. Kipattan ez is. Most a jugoszlávok szorultak be. Csuhai. Borsányi. Pályit támadja. Vissza inkább Csuhainak. Szabó. Csuhai helyzetben! Gól! Gól! Csuhai! 2-1! És ezzel továbbjutó, döntőbe jutó a videóton! Kevesebb, mint 3 perc a hátralévő játékidő. Kedves nézők, Csuhai megszerezte a videóton gólját!